Mesteroklevelet kaptak a legjobbak, közel 40-en végeztek az iparkamara szervezésében. Elektromos buszok, kerékpárutak, helyi termelők segítése, zöld döntéseket hozhatnak a városi képviselők csütörtökön. A felelősség teljes férfi szerepére hívták fel a figyelmet, a férfiak klubja ültetett fát Pécsen. Ring a Pécs pláza közepén, nemzetközi ökölvívó kupát rendeztek a hétvégén. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. 6 szakmában közel 40 szakember vehetett át mesteroklevelet a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában november 10-én. Ők lesznek azok a mesterek, akiktől a gyakorlatban megtanulhatják a szakmai fogásokat a tanulók. De ma már nem csak az oktatás miatt van értéke ennek a címnek, egyre többen szeretnének mesterek lenni a szakmai elismertség miatt. Mesteroklevelet adtak át a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában pénteken. Faragó István pincér szakmában szerezte meg ezt a címet. Mivel már régebben jártam iskolába, feleleveníteni és új ismereteket szerezni erre kiváló volt. Azért az elmúlt 20 év alatt vannak új trendek, vannak új technológiák, új metódusok, ami alapján a szakma működik, ezeknek az ismeretének a megszerzésére ez mindenféleképpen nagyon hasznos volt. Az új szakképzési törvény szerint csak mesteroklevéllel rendelkező szakemberek oktathatják a tanulókat a gyakorlatban. Ezért nagy számban szervezték meg a mestertanfolyamokat az elmúlt 2 évben. De a mesterlevél szakmai elismertsége is nőtt időközben. Van, aki a harmadik mestervizsgáját tette már le, mert úgy érzi, hogy neki ez kötelessége, hogy az életbe megállja a helyét. Nagyon fontos dolog. Tehát mindenképpen én azt mondom, hogy a presztízse megmarad, és elkezd újra emelkedni. Nem csak meghúzzák a vállukat, na és nem. Most már halkan koppan az a mesternév, és remélem, hogy egyre erősebben fog koppan. November 10-én közel 40-en kaptak mesteroklevelet a helyi iparkamarában. Autószerelő, karosszéria lakatos, kereskedő, pincér, szakács, vízvezetékszerelő szakmákban. Rövidesen eltörölheti a kormány a 65 év alatti ellátásban részesülőkre vonatkozó bérplafont annak érdekében, hogy többeket sikerüljön bevonni a foglalkoztatásba. A kormány várhatóan szerdán tárgyalja a bérplafon eltörlését, azonban a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal egyetértésének köszönhetően hamarosan meg is szűnhet a korlátozás. A legfrissebb adatok szerint az 55-64 éves korcsoportban 353 ezer munkavállaló után érvényesítettek kedvezményt, ami a munkahelyvédelmi akcióba bevontak több mint harmadát jelenti. Az 55 év felettiek után a szociális hozzájárulási adó mértékének csak a felét kell fizetni a havi munkabér 100 ezer forintot meg nem haladó részéig. Elektromos buszok beszerzése, kerékpárút fejlesztés, ezek azok a zöld beruházások, amik a pécsi közgyűlés elé kerülnek csütörtökön. Az Összefogás Pécsért Egyesület képviselője azt mondja, ezek azok a fejlesztések, amelyek egy olcsóbb működtetést jelentenek a városnak. Mindezt úgy, hogy javul Pécs levegő minősége, így egészségesebb környezetet jelent a városlakóknak. Gazdasági döntés is lesz, ami a helyi termelőket segíti. Kővár János szerint ez a lépés növeli a pécsi adóbevételeket, miközben megélhetést biztosít a családoknak. Egy szociális szövetkezetet is létrehoz a közgyűlés, termelőkből álló szövetkezetet, amelyik a termelők áruinak értékesítését fogja segíteni. Ez egy átalakulás, korábban a Patronus nevű Kft. Végezte ezt, most és az önkormányzat tulajdon volt, most pedig a szövetkezet fogja végezni. Reménységünk szerint az új piacok mindegyikén, buzatéri, kertvárosi és uránvárosi piacon is, ami egyébként felújításra kerül, valamint az új vásárcsarokba is a termelők árusíthatnak. Majd mi úgy számoltunk, hogyha mindezeket a helyeket ők tölthetik be, több mint 1000 családnak lesz biztos megélhetése Pécset és Pécs környékén. Szükség volt a 18 év alattiak számára kibővíteni az addiktológiai rehabilitációs szolgáltatások körét. Erről a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár beszélt. Cibere Károly kiemelte, a statisztikák azt mutatják, hogy csökkent a fiatalok körében a szerhasználat. A középiskolásoknál például 30%-kal, ugyanakkor érzékelhető, hogy emelkedik azoknak a száma, akik kipróbálnak az úgynevezett szintetikus designer drogokat.
Vádat emelt a pécsi járási és nyomozó ügyészség az ellen a pécsi férfi ellen, aki miután ittas járművezetés miatt igazoltattak, testvére adatait adta meg. Az elkövető 2015. decemberében alkoholos befolyásoltság alatt vezette gépkocsiját úgy, hogy korábban jogosítványát már bevonták. A férfi a rendőri ellenőrzés során vezetői igazolványát, okiratát nem tudta átadni, majd mikor megállapították ittasságát, a jegyzőkönyvben testvére adatait adta meg. Ezt követően a rendőrjárőrök feljelentéssel éltek ittas járművezetés vétsége miatt. Ténylegesen azonban a nyomozás nem vele szemben indult meg, hanem a testvére ellen, akinek az adatait megadta. Néhány nappal később azonban a férfi elsődlegesen lelkiismereti okokból bement a rendőrségre, és a nyomozókat tájékoztatta, hogy ténylegesen a gépjárművet ő vezette, és hamis adatokat adott meg. Így most már a férfinak nem csupán az ittas járművezetés miatt kell a bíróság elé állnia, hanem a hamis vád, illetve a közokirat hamisítása büntette miatt is, amely bűncselekményeknek a büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A pécsi járásbíróság november 10-én rendelte el egy komlói férfi előzetes letartóztatását, személyi szabadság megsértésének büntette, és emberi méltóságot sértő személyremsértés vétsége, valamint 3 rendbeli személyremsértés vétsége alapos gyanúja miatt. A gyanúsított november 2-a és 7-e között az esti órákban több nő sérelmére követett el úgy bűncselekményt, hogy őket követte Pécsett, majd amikor a közelükbe ért, nadrágját letolva vagy elővéve nemi szervét önkielégítésbe kezdett, illetve mutogatta magát, közölte a pécsi járásbíróság. A gyanúsított és az ügyész tudomásul vette a bíróság határozatát. Előzetes letartóztatásba helyezett a pécsi járásbíróság egy férfit, aki életveszélyes sérüléseket okozott ismerősének. Az ittas gyanúsított múlt pénteken az esti órákban a lakóhelyén ismeretlen maró folyadékkal öntötte le egy régi ismerősét, aki szintén ittas volt. A sértetnek ennek következtében életveszélyes égési sérülései keletkeztek. A bíróság megítélése szerint tartani lehet attól, hogy a gyanúsított megszökne, elrejtőzne, illetve szabadlábon hagyása esetén a tanúk befolyásolásával igyekezne megnehezíteni a bizonyítást, ezért 1 hónapra szólóan előzetes letartóztatásba helyezték. A férfiak klubja szervezett faültetést hétfőn Pécsett. Egy diófát ültettek el az északi várfal sétánynál. Mint mondták, a fa gondozása azt szimbolizálja, hogy férfiként példát kell mutatni a férfi és nő szövetség megerősítésében, a gyermeknevelésben és a család összetartásában. Az eseményen Páva Zsolt is részt vett. Egyelőre még csak egy tábla jelzi a helyét, viszont néhány perc múlva gyökeret ereszthet itt ez a diófa csemete. A férfi felelősség fájának nevezték el, hogy a férfi értékek nélkülözhetetlenségére és a férfiak jövőteremtő felelősségére hívja fel a figyelmet ezután. Az akció szervezői szerint a gyerekek hamis apaképhez jutnak akkor, ha a férfi szerepet nem látják érvényesülni a családokban, ez pedig egyre jellemzőbb napjainkra. Mind a lányoknak, mind a fiúknak óriási szükségük van a férfi mintára, és tudniuk kell, hogy mit várhatnak el egy férfitől. Ugye ma a férfi hiány, a lányoknak egy ilyen fantázia elvárása van, a fiúknak meg egyáltalán nincs képük arról, hogy hogyan kéne viselkedni, és magánéleti ágon mennek tönkre az életek. Tehát, hogyha igazán azt akarjuk, hogy a jövő generáció boldoguljon, akkor mi családként azt tehetjük hozzá, hogy a férfi-nő együttműködés mintáját adjuk nekik oda. A fát Páva Zsolt segítségével ültették el. A polgármester elmondta, ez a mozgalom a családok megerősítését szolgálja, ami Pécs számára is fontos szempont, így az önkormányzat örömmel támogat minden hasonló megmozdulást. Az elmúlt 7 év során a mostani magyar kormány kiemelt ügynek tekinti a közösség erősítést, és ezen belül még kiemeltebb ügynek a családok megerősítését. És ez alól Pécs városa sem kivétel, az önkormányzat számos alkalommal adta konkrét tanújelét, támogatását, odafigyelését, segítségét az olyan ügyeknek, amik a családok megerősítését szolgálták. A férfiak klubjának munkatársai az interneten várják a jelentkezéseket, hogy üzenetük a fák elültetésével Kárpát-medence szerte minél több helyre eljusson. Visszakapja eredeti funkcióját a rózsakert. A pécsi egyházmegye közbenjárásával az egykori papucsborozó helyén turisztikai, illetve kegyeleti boltot létesítenek, és a Janus Pannonius utcai épületet is restaurálják. A kert akadálymentes bejáratot is kap. Végső formájára a növények és sétányok elrendezésére jelenleg több vázlat is létezik. Emellett a rózsakert alatt található ókeresztény cella trihóra alaprajzát is láthatóvá teszik.
A terveket hamarosan véglegesítik, a közbeszerzés után pedig a jövő év első felében meg is kezdődhetnek a munkálatok. Hatalmas küzdőteret állítottak fel egy pécsi bevásárlóközpontban. November 11-én rendezték ugyanis a Nemzetközi Ökölvívó Pláza kupát. Idén 7. alkalommal húztak kesztyűt a sportolók, köztük szerb és horvát résztvevőkkel. A bíró jelzésére indult a mérkőzés. A kertvárosi bevásárlóközpontban rendezték meg az Ökölvívó Pláza kupát szombaton. A sporteseményt idén 7. alkalommal tartották meg. A versenyen már egész fiatalok is részt vettek. Lassan 4 éve thaiboxol, de foglalkozunk még a boxsal is. És hát így igazából nekem ez így a hobbim, meg minden nap ezt csinálom, szóval nekem ez az életcélom. A kupán minden korosztály képviseltette magát, még a nők is beléptek a ringbe. A Baranya megyei Ökölvívó Szövetség elnöke szerint ez egy jó alkalom, hogy közelebb hozzák ezt a sportágat a közönséghez. Ez a verseny, ez egy olyan helyen van, ahol a bevásárló mellett lehetőséget nyújtanak arra is, hogy itt sportolással foglalkozhassunk. A viadalra előzetesen 120-an regisztráltak, de végül csak 57 versenyző vett részt. Az indulók között a magyarok mellett voltak szerbek és horvátok is. Az ország legjobb bocsásai mérték össze tudásukat a hétvégén Pécsett. A Magyar Kupa célja a verseny mellett, hogy a fogyatékos emberek a sport segítségével bebizonyíthatják, hogy ők is ugyanolyan jók tudnak lenni egyes megmérettetéseken, mint épp embertársaik. 11 éve tartanak Pécsett boccsa versenyeket. A hétvégi Gandhi tornacsarnokban megrendezett Magyar Kupa pedig azért volt kiemelten fontos a Magyar Paraboccsa Szövetségnek, mivel 2017. februári megalakulásuk óta ez volt az első olyan verseny, ahol megmutathatták, hogy egy ilyen nívós rendezvényt is tető alá tudnak hozni. A boccsának éppen az a lényege, hogy a négy végtag érintett sérültséggel élők játszhatják ezt a sportágat. Olyanok, akik más sportágban nem tudják megmutatni valójában azt, hogy kik ők, nem tudnak önmaguknak és másoknak is bizonyítani, de elsősorban a bizonyítás önmaguk felé van. Ugye, mert hogyha ezt a bocsát csinálják, játsszák, nem csak sportolók, hanem az önálló életben is egy nagy előrelépést tudnak tenni. Pécsett a PTE PEAC versenyzői képviselték a kupában. A játék célja, hogy a színes labdákat minél közelebb kell juttatni a fehérhez. Figyelem kell nagyon sok hozzá, meg nyugodtság. Tehát nem lehet azt, hogy nagyon felkapjuk a vizet, hogyha például egy labda nem sikerül. Tehát, hogyha egy labda elmegy, akkor következőre kell gondolni. Murgulj Elemér háromszoros magyar bajnokként érkezett Pécsre. Neki a 2020-as paralimpia a fő célja. Én a BC3 kategóriában vagyok, és azért különleges, mert ugye mi rámpával játszunk, és plusz még egy segítő, aki segít nekünk, és mi mondjuk neki, hogy jobbra, balra, föl, le, meg hogy milyen magasra emelje a rámpát, ugye milyen ki más speciális, hogy lehet építkezni. A Magyar Paraboccsa Szövetség abban bízik, hogy a hasonló, magas színvonalú versenyekkel egyre jobb utánpótlásbázist tudnak kiépíteni, mely elengedhetetlen a nemzetközi versenyképesség megtartásához. Drágulhatnak a gumiszervizek szolgáltatásainak árai. Az abroncszerelőknél is fellépett ugyanis a munkaerőhiány. Ezt béremeléssel próbálják megakadályozni, amíg azonban nincs elég szakember, hosszabb várakozási idővel kell számolni. A Világgazdaság azt írja, az átlagautósoknak körülbelül 80-100 ezer forintba kerülhet a 4 téli abroncs, ami függ a mérettől és a minőségtől. Egy gumiabroncsgyártó cég vezetője szerint pedig akár a 20%-ot is elérheti a szervízek árainak emelkedése, így körülbelül 10 ezer forintba kerül ez a szolgáltatás. A szakemberek ugyanakkor kiemelik, fontos, hogy megfelelő gumiabroncsot szereltessünk fel autónkra. A téli gumik profilmélységének legalább 4 mm-t el kell érnie. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Elektromos buszok, buszgarázs, eltöltő állomások, napelem park, okos hálózat. Az okos város ezen alkotó elemei hamarosan megjelennek Pakson. A város vezetői Luxemburgban tárgyaltak az elmúlt napokban az Európai Fejlesztési Bank szakembereivel a 3 éves Elena projekt részleteiről. A 2 millió eurós elektromobilitásra épülő beruházás májusban kezdődött, a 40%-os előleget hamarosan utalja Paksnak az EIB.
Hamarosan elektromos buszok róják a Paksi utcákat, napelemparkot hoznak létre és eltöltő állomásokat. Az Európai Fejlesztési Bank által finanszírozott Elena projektről tárgyalt Paks vezetése az elmúlt napokban Luxemburgban. A projekt idén májusban indult. A beruházások részeként egy okos hálózat létrehozását is tervezik a városvezetők, ami környezetbarát energiatermelésből és energiatárolásból áll majd. Egyelőre folynak a tárgyalások a napelempark, a buszgarázsok és az eltöltő állomások lehetséges helyszíneiről. A garázsra megtaláltuk a megfelelő helyet, ez viszonylag közel van az atomerőműhöz, de nem érinti a Paks 2 beruházást. Ez azért fontos, hogy a buszok és a töltők olyan helyen legyenek, ahol könnyen megközelíthető a város. Ez egy értékesebb terület. A másik területet pedig, ami kevésbé értékes és ami a napelemnek fontos, az pedig Paks városától északra, de a Paks közigazgatási határain belül találtuk meg. Ezekre még tárgyalásokat kell folytatni, hogy hogyan tudjuk ezeket a területeket megszerezni. Mostantól számítva 12-15 hónap múlva tervezik, hogy a buszokat és a buszgarázsokat üzembe helyezik Pakson. A teljes beruházás mintegy 2 millió euróba kerül, ebből Paks 10%-ön részt vállalt. Nem minden szállodás örül a kisfaludi programban való részvétel feltételeinek. Erről is tárgyaltak a szakemberek Balatonfüreden. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége aggodalmát fejezte ki a nyitvatartási időszabályozása miatt. A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a tulajdonosoknak türelemmel kell lenniük, hiszen a fejlesztési lehetőség idővel sokkal jövedelmezőbbé teszi az éttermeket és a szállodákat is. Az eddigi legnagyobb fejlesztési lehetőséggel mintegy 2000 szálláshely, 30 ezer szoba újulhat meg és 5000 új munkahely jöhet létre a kisfaludi programnak köszönhetően. A felújított szálláshelyek 20%-os árbevétel növekedést érhetnek el a beruházással. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tagjai azonban mégis aggódnak. A szezonális szállodák esetében a tokai kiírásban jelenleg szereplő elvárt nyitvatartási idővel és a napok számával sem értenek egyet. Hoffmann Henrik, a Balaton Turizmus Szövetség elnöke azonban más szemszögből nézi ezt a feltételt. Én azt gondolom, a turizmus szakmai szempontból ezzel mindenképpen egyet lehet érteni, hiszen hogyha az állam beszáll egy fejlesztésbe, az állam is pénzt költ rá, kvázi ingyen pénzt a fejlesztőknek, akkor azt gondolom, hogy a másik oldalról elvárható az is, hogy adott esetben éppen egy desztinációt segítsenek egész évessé tenni, és ne ők határozzák meg a nyitvatartásukat. A vendéglátósok és a szálloda tulajdonosok amiatt is aggodalmukat fejezték ki Balatonfüreden, hogy hiába csökkentette az állam az áfát és a járulékokat, a bérnövekedés miatt kevesebb volt a hasznuk idén. A KSH statisztikája azonban azt mutatja, hogy az év első 9 hónapjában nőtt a szállodák összbevétele, ami mindenképpen a szállodák előnyére válik. A bérhelyzetet pedig már nem lehetett tovább húzni, állítja Hoffmann Henrik. Rendezni kell a béreket, nincs mese ugye az, hogy az, ami eddig volt, hogy fizetgetünk, amennyit tudunk, hogy az nem fog már menni, mert valóban versenyképes fizetéseket adni, viszont a másik oldalon érdemes ilyenkor mindig megjegyezni, és mindig megszoktam, hogy a másik oldalon viszont versenyképesebb munkaerőre is van szükség, tehát jobban teljesítő több pénzért, jobban fog kelleni dolgozni a következő időszakban is. Hoffmann Henrik hozzáteszi, ahhoz, hogy a kiadás és a bevétel oldala is egyenlő legyen, vagy pozitív arányba mozduljon el, ki kell várniuk a vendéglátósoknak. A racionalitás helyett leginkább az érzelmeinkre hagyatkozunk a fontos, akár gazdasági, pénzügyi döntésekben is. Az idei közgazdasági Nobel-díjas Richard H. Thaler viselkedési közgazdászként azt kutatja, hogy milyen tényezők befolyásolják befektetéseinket. Nem csak a magánszemélyek, hanem a cégek esetében is fontos a döntés helyessége. Azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy az érzelmek gyakran jó tanácsot is adnak, mondja Keresztes Péter. A Vállalkozói Központ Közalapítvány főigazgatója azt tanácsolja, hogy fontos pénzügyi lépések előtt kérjük a szakember segítségét, hogy a helyes, racionális útra tereljen. Sajátságos terület az, amellyel az idei közgazdasági Nobel-díjas foglalkozik. Azt kutatja, ahol az emberi szubjektum, vagyis az érzések befolyásolják a gazdasági döntéseket. Mint Keresztes Péter mondja, legtöbbször nem a racionális érvek mellett döntünk, ha pénzügyekről, befektetésekről van szó. A döntéseinknek a döntő többségét, a számottevő hányadát érzelmi alapon hozzuk meg, még akkor is, hogyha ennek nem vagyunk a tudatában. Ez sok minden üzleti döntésre érvényes, még a magánemberek esetében egy befektetés, egy vásárlás esetén is nagyon fontos, hiszen egyrészt manipulálhatnak minket az érzelmeinken keresztül az értékesítők, másodszorban mi magunk is hajlamosak vagyunk arra, hogy a döntéseinkben félretoljuk egy kicsikét az észérveket, és inkább az érzelmeinket hozzuk előtérbe, később pedig ennek a
következményeivel majd akár évek múlva szembesülünk. Ez a gazdasági szférában ugyanúgy megjelenik, mint a magánemberek pénzügyi döntéseiben. Elég egy érzelmi befolyásoltság, szociális érzékenység, ami eltérítheti elhatározásunkat. Keresztes Péter szerint az érzelmek nagyon gyakran jó irányba is befolyásolhatnak, azonban fontos befektetési pénzügyi döntések előtt érdemes szakembert felkeresni. Az idei közgazdasági Nobel-díjnak üzenetértéke van, véli a gazdasági szakember. Nagyon fontosnak tartom, hogy ráirányítja a figyelemet arra, hogy az emberi tényező mennyire kulcsfontosságú a döntéseink során, és ez nem csak egy-egy ember vagy egy vállalkozás esetében fontos, hanem kimondottan nagy jelentőségű országokon átívelő, akár határokon átívelő világot rengető döntések esetében is nagyon fontos körülmény. Ezért a döntéshozóknak ezzel tisztában kell lenni, tehát sokat segít, hogyha ennek a tudományos háttere megalapozott. Richard H. Taylor Nobel-díja nem az első a témában. Kutatótársa korábban már kapott egy Nobel emlékdíjat, amivel egyszer már elismerték ezt a gazdasági tevékenységet. Szinte alig jut el a bíróságokig állatkínzás miatt indult büntetőügy Tolna megyében, pedig sok brutális eset van. Nemrég néhány nap alatt 2 kutyakínzás is borzolta a kedélyeket, és csak októberben az állatvédő szerint több mint 10 kutya esett kegyetlen kínzás áldozatává. Ehhez képest a megye összes bíróságán 2013, vagyis azóta, hogy hatályba lépett az új büntető törvénykönyv, mindössze 22 állatkínzás miatt indult bűncselekményt tudtak a bírók tárgyalni, vagyis évente 5-6 esetről van szó. Azokban az ügyekben, amik a bíróság elé kerülnek, egyébként egyre szigorúbb ítéletek születnek. Morgott és támadóan ugatott ez a kutya a rettegéstől a megmentésére igyekvő állatvédőkre. A halálra rémült állatot láncra verve találták meg. Egy rozsdás kuka mellé egy szeméttelep tetején kötötték ki. Brutálisan meg is verték, a fején és a testén is több csonttörés keletkezett. Ezen a videón szintén egy szemétkupac tetején talált rettegő és csontsovány kutyát mentenek épp az állatvédők. A felvétel október 26-án készült. Az állatnak többféle daganata van. Valószínűleg azért hagyták a szemétkupacon, mert megöregedett, és a gazdája nem akar tovább foglalkozni vele. Ezek pedig az utóbbi hetek legbrutálisabb kínzásának képei. Egy fiatal kutyát autó után kötöttek, azzal húzták az állatot, nagyon mély sebeket ejtve a testén, szó szerint húsig égette a bőrét az aszfalt. A kutya életéért órákon keresztül küzdött az állatorvos, de hiába, az állat nem bírta a szenvedést, a műtőasztalon pusztult el. Tehát ez az a terület, amivel nem szívesen foglalkozik senki. Nem történik előrelépés annak érdekében, hogy kevesebben kövessenek el állatkínzást, pedig ők rendszeresen tesznek feljelentéseket. Ezt mondta néhány napja Fiát Szilvia, a Tolna megyei Állat és Természetvédő Alapítvány elnöke. Még az alapítvány sokat látott munkatársai is megdöbbentek, azon a brutalitáson, amit a kocsi után kötött kutya eseténél tapasztaltak. Ez egyre szörnyűbb, tehát hogy régen azt gondoltuk, hogy nincsenek megfelelő jogszabályok, most viszont rendelkezésünkre áll már 14 éve a törvény, és mégis az emberek folyamatosan válogatott módszerekkel dobálják ki az állataikat, illetve kínozzák meg. Híradónk megszerzett egy az állatkínzásokról szóló tanulmányt, amit a Szekszárdi Járásbíróság egyik bírója írt. Bertaldo András a szerző ebben azt írja, hogy a jog az állatkínzás 7 súlyossági fokát különbözteti meg. Az öncélú szadista kínzások ezek közül a legsúlyosabbak. Az előbb bemutatott 3 esetből 2 ilyen volt, mert a kínzók szándékosan megverték a kutyákat. A tettesek ezért börtönt is kaphatnának, ha meglennének. Nem sok ilyen ügyünk van. Alig jut el a Tolna megyei bíróságokra állatkínzás miatt indult büntetőügy, ezt mondja a Szekszárdi törvényszék szóvivője. Állatkínzás bűncselekmény miatt 2013 óta összesen 22 darab ügy érkezett a Tolna megyében működő bíróságokra. Ez azt jelenti, hogy évente nagyjából 5-6 darab ilyen ügy kerül bírósági szakba. Vagyis 5 év alatt mindössze 2-ször annyi ügyet sikerült bíróságig eljuttatni a rendőrségnek, mint ahány állatkínzás az állatvédő szerint csak idén októberben egy hónap alatt történt Tolna megyében. A bíróságok egyébként egyre szigorúbb ítéleteket hoznak az ilyen ügyekben. 2013 és 2015 között leginkább pénzbüntetést és közérdekű munkát szabtak ki ítéletként a Tolna megyei bírók. Az elmúlt 2 évben viszont 6 állatkínzásos bűncselekményben már felfüggesztett börtönt kaptak az elkövetők. Híradónk végén fontos a baranyai témáink még egyszer röviden. Mesteroklevelet kaptak a legjobbak, közel 40-en végeztek az iparkamara szervezésében. Elektromos buszok, kerékpárutak, helyi termelők segítése, zöld döntéseket hozhatnak a városi képviselők csütörtökön.
A felelősség teljes férfi szerepére hívták fel a figyelmet, a férfiak klubja ültetett fát Pécsen. Ring a Pécs pláza közepén, nemzetközi ökölvívó kupát rendeztek a hétvégén. Kedden eleinte még több helyen, később egyre inkább csak délen, délnyugaton fordulhat elő további gyengülő csapadék. Nyugatabbra továbbra sem kizárt havas eső, a mecsekben kisebb havazás. Sokfelé erős marad az északi szél, kedden 3-5 fok között alakul a hőmérséklet. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig kövessenek bennünket a Facebookon is. Viszontlátásra!